Tehát ha valakinek azt mondják, hogy vezessük jobban az életünket, és közben meg ijeszgetik őket nyakra főre, jobban fog menni az életük? Biztos, hogy nem. Na nézzük meg akkor, hogy mitől is függ egy embernek az, hogy boldogan tudja az életét élni. Ugye ennek van 5 plusz 1 feltétele. Régen beszéltem róla, éppen itt az ideje, hogy megint beszéljek róla. Ez az 5 feltétel a következő. Az első, hogy az ember boldogan élhesse az életét, érdekes, hogy erről az elmúlt 2 évben alig beszéltem. Pedig előtte rengeteget. Valahogy elvitt engem is ez a sok minden. Legalábbis a gondolataimat. Tehát a legelső az, hogy szeretetben élj. Szeressenek, és te tudjál embereket szeretni. Ez az első. Tehát a boldogság első és legfontosabb feltétele, tehát ez az 5 plusz 1 feltétele, ez egy sorrend, ez egy sorrendiség. A legfontosabb a szeretet, hogy az ember szeretetben éljen. Hát most, ha nem élnek szeretetben tőlünk 1000 kilométerre, vagy 500 kilométerre, vagy akármennyire, hát az ő bajuk, nem a miénk. Nem? De attól 500 vagy 1000 kilométerre alább miért lehetne szeretetben élni, nem? Na most a második legfontosabb dolog, ami a boldog élethez kell, az a szabadság. De van egy, tényleg nem beszéltem erről 2 éve, hát ez komolyan hihetetlen, de hogy miért nem? Hát csak azért, mert ugye van egy érdekes dolog itt a szabadsággal kapcsolatban, hogy az emberek, ugye ezt tudják a pszichológusok, és ezt be is vezették, hogy az emberek képesek a szabadságukat föláldozni a biztonságukért. És a biztonság nincs benne a boldogság 5 feltételébe. Hoppá! Nincs benne. És mégis az emberek feláldozzák a biztonságukat ért, tehát a biztonságukért a szabadságukat. Na nézzük, tehát volt ugye az első a szeretet, a második a biztonság. Második a szabadság, bocsánat, nem a biztonság, szabadság, már belekeveredek. A harmadik az az elismerés. Össze fogjuk tudni szedni az 5-öt? Olyan rég beszéltem róla. Harmadik volt az elismerés? Jól emlékszem? Nem az a negyedik volt? Egészség volt a harmadik. Úgy van, mondom, valami nem stimmel. Olyan rég beszéltem róla. A harmadik az egészség. Sőt, az a második volt, bocsánat. Szeretet, egészség, szabadság, tehát ez volt a sorrend, egészséget elfelejtettük. Legalábbis én. Jó, tehát szeretet, egészség. A harmadik a szabadság, negyedik az elismerés. Beszéljünk egy kicsit az elismerésről, hogy képes legyél elismerést adni másoknak, és kapni másoktól. De figyelj a sorrendre. Tehát adj, hogy kaphass. Oké?
Egyébként az öt létszükséglet egyike, az elismerés szükséglete. Hát gondold végig, mikor nem ismernek el, vagy netántán leértékelnek, hogy érzed magadat? Mondhatja az ember, hogy szarul, de büszkén tudod. Bocsia, de hát ezt mondja a mondás. Szóval, ugye itt van négy feltétel. És van egy ötödik feltétel, az az elég pénz. De csak ötödik feltételként. Nem első, nem második, nem harmadik, nem negyedik, ötödik. Tehát a boldogság ötödik feltétele az elég pénz. Hol a biztonság? Már számítasz arra, mert az előbb azt mondtam, hogy 5 plusz 1. Tudod, hát ha az 5 plusz 1 az a biztonság. Nem. Az 5 plusz 1 az, hogy jól érezd magad a bőrödben. Érted? Ez az 5 plusz 1. A plusz 1. Ez a hatodik. Hogy jól érezd magad a bőrödben. Tehát jó hangulatba, jó kedvűen éld az életedet. Hol a biztonság? Fasorba sincs. Tudod miért? Mert a biztonság az nem kívülről fakad, hanem belülről fakad. Az van biztonságban, aki biztonságban érzi magát. Tehát a biztonság érzet, az egy érzés. Érted? És ha te szeretetet adsz, kapsz, ha van egészséged, ha van elismerés, nem, ha van szabadságod, ha van elismerése, amit tudsz adni, kapni, és van elég pénzed, akkor biztonságban vagy. Sőt, ha jól érzed magad a bőrödben, akkor biztonságban vagy. Érted? Tehát nem azért vagy biztonságban, mert beoltottak. Nem. Nem ezért. Hanem azért, mert adsz elég szeretetet, és kapsz elég szeretetet. Mert egészséges vagy. Egészséges embert nem kell beoltani. Érted? Mert szabad vagy. Mert adsz elég elismerést, és kapsz elég elismerést, mert van elég pénzed, és mert jól érzed magad a bőrödben. Érted? Nem kell erre figyelni, amit én mondok. Nem. Csináld úgy az életedet, hogy akarod. Ha neked jó, hogy félsz, az nem az én életem, az a tied. Érted? Ha neked kell a félelem az életedben, semmi gondom nincs vele, a te életed. Oké? Okay. Itt van, hogy mit is csinálunk. De abban benne van, vagy nincs benne, hogy miért is csináljuk, majd utána. Vannak coach képzéseink, a coach egy szakma. Azt jelenti a coach, a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát egy coach képes arra, hogy kihozza egy másik emberből a legjobbat és a legtöbbet. Hát gondold végig, ha egy ember képes arra, hogy kihozza másokból a legjobbat és a legtöbbet, akkor illő lenne, hogy ezt magából is megtegye, nem? Hogy magából is kihozza a legjobbat, meg a legtöbbet, nem? De nem a sportban, nem, nem.
Hát akkor hol? Hát az életben. Az élet különböző területein, mondjuk ezeken a területeken. Kihozni magadból a legjobbat és a legtöbbet. Tehát itt van 10 életterület. Önmagad, párod, szülei, gyereked, mások, munkád, pénzed, környezeted, hatóság, illetve az Istened. De menjünk ide-vissza. Hogy képes legyél például, tehát ez a tudás képessé tesz arra, hogy jól bánj azon kívül, amit fölírtam, például van egy probléma az életedben, képes legyél megoldani. Vagy képes legyél megelőzni egy problémát. Vagy képes legyél bármilyen élethelyzetet helyesen kezelni. Vagy képes legyél mondjuk célokat elérni, megvalósítani. Sőt, ezekben segíteni másoknak is, hogy ők is képesek legyenek ilyenekre. Tehát ha az embernek nincsenek gondjai, mert feladatai vannak, hát az a jó, ha nincs feladatunk, akkor miért élünk? Nem? Hát mi a értelme az életnek, ha nincs feladatunk? Hát az a élet értelme, hogy a feladatainkat elvégezzük, érted? És mindenkinek van feladata, csak legfeljebb nem tud róla. Mi a feladata? Hát amiért leszülettél, ott van benne a születési dátumodban, hogy mi az feladatod az életedben. Ott van benne. Érted? Mi a feladat? Az, amivel foglalkozol. Érted? Az a feladat. Tehát, ha jön egy probléma, lehet problémaként kezelni, és lehet problémázni rajta, vagy van elég tudásod, és azt mondod, hogy na, ezt a feladatot mindjárt megoldjuk. Érted? És fogod, és más problémázik akár egy problémán hónapokat vagy éveket, te meg megoldod pár óra, vagy pár nap alatt, vagy pár hét alatt. Érted? És meg van oldva. Miért? Mert tanultad, hogy hogy kell csinálni, és volt lehetőséged látni is ennek a gyakorlatát. Sőt, akár már gyakorolnod is előre. És ha az ember úgy működik, hogy képes problémamentes életet élni, ez elég furcsa, mert ha van elég tudásod, akkor nem lesz problémád az életedben. Képzeljétek el, 2010 óta nem találkoztam olyan problémával, amire ne lett volna megoldás. Oké? Tehát például tegnap is valaki egy olyan problémát tett elém, saját probléma, hogy azt mondtam, hogy eddig én nem éltem ilyen helyzetben, mint amiben most te vagy, tehát kerültél. És hát elmesélem, akkor úgyse tudjátok, kiről van szó. Ő meg úgy is tudja, hogy kiről van szó. Jó, tehát az az egyszerű helyzet, hogy az anyós a kölcsön adott pénzt. Nem kis összeget, hanem nagy összeget ugye a vejének, meg a lányának. És az anyósa most kéri vissza a pénzt. És hát ehhez föl kellene venni hitelt, hogy vissza tudják adni. És mondtam, hogy én nekem nem volt ilyen problémám. Én megmondom őszintén, meg is mondtam, hogy én ebben nem is akarok tanácsot adni, meg nem is szeretnék tanácsot adni. Mert ugye ilyen helyzetet mindenkinek saját magának kell megoldani, de én ebben a helyzetben azt tenném, hogy beszélnék a saját feleségemmel, hogy beszéljen az édesanyjával. Érted? És valahogy ezt a
problémát úgy oldják meg, hogy ezért a gyerekeknek ne kelljen felvenni hitelt. Mert nem kis összegről van szó, mert 10 milliókról van szó. Érted? Tehát 10 milliókról. És én ezt javasoltam neki. Érted? Tehát én úgy gondolom, hogy mert ez bevált, hogy kommunikációval át lehet hidalni problémákat. De egyébként megkérdeztem, csak úgy kérdésként, hogy ki kényszeríthetne arra rá, hogy fölvegyél hitelt. Mondom, a bank, tehát mondom, én inkább az anyósomnak tartoznék, mint egy banknak. Tehát azért mondtam dolgokat, nehogy félreértsétek. De ilyen helyzettel még ugye én így személyesen nem találkoztam. És mondtam, hogy én mondom, inkább anyósomnak tartoznék. És mondom, ki kényszeríthetne rá arra, hogy te fölvegyél hitelt. Hát erre azt mondja, hogy hát gyakorlatilag, hát ők. Hát de ki? Hát a felesége, meg az anyósa. És hogy? És mondom, hogy kényszeríthetnél? Hát szóban. És mondom, azon kívül, hát másként nem. Hát mondom, próbáljon engem valakit szóban kényszeríteni. Megpróbálni meg lehet, de hogy eredménye nem lesz, az hót biztos. Jó, tehát ezt most csak azért mondtam példaként, hogy most gondoljátok végig, mindenre van valami megoldás. Mindenre. Olyan nincs, hogy nincs megoldás. Érted? Tehát a mai világban mondjuk eladósodni nem egy jó ötlet. Tehát ennél bizonyt a világban a második világháború óta nem éltek emberek itt Európában, érted? És itt nem csak Magyarországról van szó, hanem szerte a Európában ugyanez a helyzet, érted? Olyan bizonytalan világ van, hogy valami hihetetlen. És hát az embernek mi a megoldás? Hát az a megoldás, hogy ha van egy probléma, akkor lehetőleg ne legyen belőle még nagyobb probléma, mert ugye ha fölvesznek hitelt, akkor még nagyobb probléma lesz. Vagy pedig megelőzze az ember a problémát, nem? Vagy ha lehet, akkor megoldják azt a problémát. Tehát most gondold végig, mit tudom, mondjuk egy szülők kölcsön adnak pénzt, és utána nem tudja a gyerek visszaadni. Mit fog a szülő csinálni? Bepereli a gyerekét? Ki van csukva? Ki van csukva? Írja le veszteségként. Nem? Vagy ha erre nem gondolt, akkor mi adott kölcsön? Nem? Hát, hogyha az ember kölcsön ad a gyerekének, és nem tudja veszteségként leírni, hát akkor az elég nagy baj, nem? No, szóval lényeg az, hogy tudás. 2010 óta nem volt olyan probléma, amit ne lett volna megoldás, érted? Erre is van, de mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja. Tehát vajon a mai világban szükséges-e a megoldás? Igaz, ráprüszköltél rögtön, tehát ez tényleg így van, szükség van rá. Tehát ez a kulcs, hogy megoldást adni az emberek számára. Érted? Tehát nem feltételt vagy lehetőséget, hanem megoldást.
Tehát nem egy olyat, hogy tanulj ilyen dolgokat, és akkor hát ha meg tudsz oldani dolgokat. Hanem ha úgy csinálod, meg fogod oldani. Érted? Tehát az én életemben már elég hosszú ideje nincsenek problémák, csak feladatok. Érted? Pedig másnak azok a problémák, azok igencsak problémákat okoztak volna. De mivel vannak ismereteim a problémák megoldására, most gondoljátok végig, több megoldásom van a problémára, mint mondjuk nem egy problémára, a problémáitokra, mondhatnám azt, mint ahányan vagyunk mondjuk itt a teremben. Érted? Képzeld el, van egy olyan anyagom, amit gyűjtök 12 éve, ami csak arról szól, hogy bizonyos dolgok, bizonyos problémákat hogy kell megoldani. Ez az anyag jelenleg most Word-ben kb. 400 oldal. Érted? És ha esetleg fejből nem jönne mondjuk egy problémára már a megoldás, akkor ott meg tudnám keresni. Az egészségre is, tehát az egészségügyi problémákra körülbelül megint ugyanennyi megoldásom van. Érted? Olyan 400 oldalnyi körülbelül. Tehát az egészségügyi problémákra. Tehát azok nem egészségügyi problémák, amiről az imént beszéltem. Azok az élet egyéb területei. És van az egészség, arra megint van külön, körülbelül ennyi. És akkor ezeket tudom mondani, hogy tudom tanítani. Érted? Tehát nem csak mint probléma, megoldás jelentkezik, hanem tudom tanítani az embereknek. És akkor ugye lehet kérdezni, hogy hogyan jön ki a 9 év. Tehát az azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal több a tudás, mint amit el tudunk képzelni, vagy el tudtok képzelni, én el tudom képzelni, de ti el tudtok képzelni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az aranykorhoz már megvan a tudás. A létszám nincs meg. Érted? És az a helyzet, hogyha az emberek olyat tanulnak, ami nem viszi őket előrébb az életükben. És ez az előrébb haladás, ez tudod micsoda? Ez nem azt jelenti, hogy ugrasz egyet előre. Hanem ez azt jelenti, hogy mondjuk innen indulsz, és akkor szépen, mint a tyúklépés, tudod. Haladsz előre, lépésről lépésre, lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Tehát emberek azt gondolják, hogy mit tudom én, innen egy ugrással előre lehet haladni. Nem lehet. Nincs ugrás, érted? Nincs. Nem lehet előrébb ugrani az életedben. Az árnyékodat ugod már át. Nem tudod átugrani az árnyékodat. Még átlépni se tudod. Tudod, mi az árnyékod? Az önmagad. Maga az árnyékod, az önmagad. Tehát az önmagad az, ami visszafog téged az életedben. És ha önmagadon nem vagy képes fejleszteni, akkor nem fogsz fejlődni. Érted? És az nem az, nem az a fejlődés, amikor megmondják neked, hogy itt vagy A-ban, és neked B-ben kéne lenni. És szívd föl magad, legyél tele önbizalomba,
és eljutsz B-be. És akkor az emberek felszívják magukat, érted? Volt egy olyan film, hogy hát szív föl magad, hát szívom, szívom, de nem megy. És nem tudom, mi volt a film címe, mindegy, de most eszembe jutott ez a film részlet. És lényeg az, hogy úgy lehet oda eljutni B-be, hogyha az embernek pontos módszerei vannak. Nézd meg a szakmádat. A szakmádban, ahol megoldásokat kell létrehoznod. Érted? Ahol te megoldasz dolgokat olyan szakmára. Tehát ne olyanra gondolj, ahol ilyen GPS-en dolgozol. Például, mit tudom, mondjuk egy villanyszerelőnek azt mondják, hogy hú, nem működik a villany, és mire befejezte a javítást, azóta működik a villany a házban, érted? És az azt jelenti, hogy megoldása volt rá. De ha nem ért hozzá, nem tudja, mihez kell nyúlni, nem tudja, mit kell csinálni, nem jut el oda, hogy újból világítson minden a házban, érted? És működjön az áram. Tehát az azt jelenti, hogy ahhoz érteni kell, hogy milyen lépéseket kell megtenni. Lehet, hogy te nekiállsz, érted, és 5 perc után nagyon csap az áram. Nem? Mert nem értesz hozzá. De ő ért, és őt nem fogja nagyon csapni az áram. Tehát lényeg az, hogy az embernek szüksége van megoldásokra, és minden helyzetben, ami szembe jön, és a szembejövés azt jelenti, hogy vagy hátra akar tolni, vagy meg akar állítani. Tehát ahhoz, hogy például ne toljon valami hátra, elég sunga kell előre haladni, nem tudom, világos-e. Tiszta fizika. Tehát, hogyha valaki nagyon lassan halad előre, tehát nagyon piciket halad előre, jön egy szemből egy megállítás, szemből egy energia, hát visszaveti. Érted? Már az a jobbik eset, ha megállít. De ha te kellő energiával haladsz előre, nincs, ami megállítson. Érted? Mert a te hatásod az erőteljesebb, mint az ellenhatás. Tiszta fizika. És az életedben nem úgy haladsz, ahogy kellene, az azt jelenti, hogy lassan haladsz előre, és jönnek a megállítások, jönnek az ellenenergiák, nem megállítások, ellenenergiák, és visszatolnak. Így működik az élet. És ahhoz, hogy ne így működjön, az embernek nagyobb energiát kell beleadni a saját fejlődésébe. És tényleg fejlődni kell. Tehát a tényleges fejlődés azt jelenti, hogy egyszerűen vannak módszereid, adott helyzetben is megoldott. És mi van, hogyha egy olyan helyzet van, amire nincs módszered? Hát akkor vannak itt személyek, akik adnak módszert.